Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Ahogy azt már az adás elején figyelemfelhívó jelleggel mondtam Önöknek, az így úgy is igaz, ahogy fogalmaztam. Tehát a mai napon legfőképpen az elemzőké volt a szó, a terep, a hírekben. Mindenki azt latolgatta, hogy vajon az ellenzéki összefogás listája az milyen politikai alkuk mentén születhetett, ki mit hoz majd ebbe a házasságba, milyen érdekek vagy milyen értékek mentén. Többször beszéltünk már a kisebb pártok vezetőivel, itt az Egyenes beszédben többször beszéltem én is velük, Schmuck Kandor egy percig nem rejtette vék alá, hogy érték mentén és legfőképpen a szépkorúakat érintő 15 pontja mentén szeretne bármiféle egyességet kötni az ellenzéki pártokkal. Hát úgy látszik, hogy ez nem jött össze. Schmuck Kandor a vendégem, jó estét kívánok. Szép jó estét kívánok. Szóval úgy fogalmaztam itt az adás elején, hogy kimaradtak majd, hogy lemaradtak, mert a lemaradásnál még van esély, hogy behozzák ezt a lemaradást. Ha kimaradtak, akkor viszont hát mégsem teljes ez az ellenzéki összefogás. Hadd legyek nagyon határozott, nem kellettünk. Ilyen egyszerű. És nagyon fontos dolog az, hogy beszéljünk erről az összefogásról, de hogy ki ne csúszunk az időben. Én arra szeretném kérni, hogyha van ez a kis iPad gépe, legyen kedves bekapcsolni. Bekapcsolva, de most azt hittem, hogy elkérdetett vagyok önnek. Nem. És legyen kedves beütni ezt a következő őrületet, kitöréstúra.hu. Mit? Kitöréstúra.hu. Na várjon. Azt mondja, kitörés... túra. De mi ez a kitörés túra? És még beütnöm, hogy mi? Van ilyen. Helyes, akkor ezt nyissuk meg. Találtam, úgyhogy a kollégáknak mondom, hogy akkor mutassuk is meg. De ez az ellenzéki összefogáshoz kapcsolódik? Nem, ez ahhoz kapcsolódik, azt hogy mondja, mit jelent Isten, a felelős ellenzéki viselkedés Isten és magatartás. Isten hozott a kitörés 60 emlék és teljesítmény túra honlapján, ezt most mellettem a nagy plazmán is látják, amit én látok. A kitörés emlék túra célja, hogy minden év februárjában megemlékezzen azokról a magyar és német katonákról, akik a II. Világháborúban 2,5 hónapon keresztül hősiesen védték Budapestet, és ezzel együtt Nyugat-Európát a bolsevik vörös hadsereggel szemben. Miután 44 karácsonyán a szovjet ostromgyűrű bezárult a vár körül, az Európa erőd védői harc nélküli lemészárlást jelentő. Mi ez? 40. február 11. kitörést választották, utunk során teljesítményünket tisztelgünk a hősi halottaknak, tehát a német hősi halottaknak, és azoknak, akik mérhetetlen szenvedések árán, de életben maradtak. Börzsöny akciócsoport. És hogyha megtetszik engedni, akkor még szeretnék kérni egy valamit, hogy ott vannak a képek, ott fölül valahol tetszen látni, hogy ott kapcsolat, elnevezés, korábbi túrákat, hogyha ott ráugranánk egy pillanatra. Korábbi túrák? Korábbi túrák, igen. Ez beszámoló és az a fotókra, hogyha rá tetszene menni, és mondjuk 2012, hogy egyszerűbb legyen az életünk. Nagyon helyes, ott tessék egy kicsit tovább menni. Igen, a fotókban? A fotókon, igen. Ott rögtön talán ott az első képet, hogyha megtetszene nyitni. Most elmentünk egy kicsit arrébb. Nem baj, visszamegyünk. Igen. Ott ez nagyon szép kép, hogy milyenek a békés túrázók ezekkel a gépfegyverekkel. Aztán utána, hogyha tovább tetszene menni egy picit. Ez a kitörés túl? Pillanat, utána rögtön mindent elmondok. Utána még egy picit tovább tetszene menni. A következő képre? Nem, még egy kicsit utána a hármas képet tovább tolni. Ez? Nem, még egy kicsit. Még tehát egyet? A, jó, még de egy, a, még egy, ezért. Itt még, tüzet még, raknak a bátor csendőrök. A bátor túrázók, igen, a bátor igen. Csendőrök és nyilasok, és ja, utána még egy kicsit lépni. Tovább menni, ott egy, igen. A képeken, igen. Még egy kicsit tovább. Még egyet, mit keresek, mert itt el mondom, nem, még egyet, tessék egy ilyen hármas ez? Csoportot, még tovább egy picit, mert ez is gyönyörű ez a kép, de még egy kicsit tovább, hogyha tetszene menni. Úgy, és ezt az utolsó képet megnyitni, ahol ott azt a most már középső kép, igen, ott nagyon jól látszik, ezt? Ahogy az SS egyenruhában bátor túrázók. Bátor túrázók együtt vannak. Ez tényleg egy SS egyenruha? Csak mondom. Na most, hogyha megengedi, akkor elmondanám önnek, hogy ez a túra, ugye azt kérdezte, hogy lehet itt az ellenzék, meg a közös, ez miért tartozik ehhez. Azt gondolom, hogy vannak alapelvek. És ezekhez az alapelvekhez tartozik, hogy ilyen túra Magyarországon nem lehetséges. És van ezzel egy nagyon nagy probléma. Hogy a természetjárók, Magyar Természetbarát Szövetség hivatalos túrája. De mondok ennél problémásabbat is. Ez a túra a főváros által kiért Budapest kupa része. Tehát a főváros támogatja? Igen, hogy elhoztam ezt is, hogy azért ezt lássa, hogy a főváros által támogatottban ott van benne az esemény naptárban február 8-án kitörés túra. Szóval 14, első, második,
kitörést, igen. Éjszakai túra. Szóval, és ha még itt ebben a kis képeknél tetszene tovább menni, és akkor innentől kezdve azt hiszem, hogy mindenki világosan látja, hogy miről beszélek. Ha rá tetszik menni a fő oldalra. Menjek vissza a fő oldalra. Igen. Igen. Fő oldalra, és ott például a túrára rá tetszene ugrani, ott fölül a harmadik. A túra. Igen. Igen. És a díjazásra, hogyha rá tetszene menni. Díjazás. Ezeket a díjakat lehet kapni a főváros által támogatott túrán. Kicsit lejjebb tessék menni, és akkor ott látható, hogy... Dicsőség a hősöknek. A Vaskereszt pontos mással, tehát kapják a másodosztályúak, hogyha jól teljesítik ezt a túrát. Most én tisztelettel kérdezem, hogy én megértem, hogy azért jöttünk ide, hogy arról beszéljünk, hogy ellenzéki összefogás, meg nem tudom micsoda. De akkor, amikor egy ilyen túrát lehet támogatni, akkor szerintem nem kell másról beszélnünk. Ezért én azt kérném, hogy február 8-án minden jó érzésű ember, és azok az urak, akik itt ültek önnél tegnap, jöjjenek velem együtt oda, és tegyünk hitet, mert hogy a holokauszt emlékéve van többek között. De leginkább, ami a legfontosabb, hogy ilyet nem lehet Magyarországon megtenni. És hogyha azt kérdezi, hogy mi marad ki, vagy mi nem marad ki az ellenzék egyeztetésben, akkor leginkább, amiről hosszasan beszéltünk, hogy az elvek. Közben belefeledkeztem itt még a Budapest Kupa túrákban, hogy mi lesz a kitörés túrán, amivel most engem itt sokkolt. A kitörés túrán túl nem sokkal később, két nappal együtt a magyar családokért teljesítmény túra a budai hegyekben. Szóval hadd mondjam önnek, hogy nagyon lelkes és nagyon sok, nagyon tisztességes természetjáró van. És ez a csapat befurjeszkodott közéjük. És ezt a csapatot már akkora a közöny, hogy senki nem veszi észre, automatikusan beveszik túranaptárakra. Ez nem a túrázók hibája, hanem azoknak a felelősöknek a hibája, akik tesztik. És ha hozzáteszem azt, hogy a Magyar Természetbarát Szövetség vezetője, Garancsi István úr kormány megbízott a Videóton tulajdonosa, akkor nem kéne most azonnal a Természetjáró Szövetségnek, meg ahol ezek megjelentek és bevették ezt a túrát, a fővárosi önkormányzat vezetésével egyértelműen azt mondani, hogy bocsánat, tévedtük, lemondtunk, leszedtük ezt a dolgot erről a normális túrházoknak írt kiírásról, és egyéb iránt pedig fegyelmezetten felkészültem, most lemondunk. Ha igaz az, hogy a lett miniszterelnök le tudott mondani azért, mert leszakadt egy plázának a teteje, amihez nem sok köze van. Én nem azt mondom, hogy Tarlós Istvánnak, vagy hogyha erről a támogatásról a fővárosi közgyűlés döntött, akkor minden képviselőnek van közvetlen lehetőség, hogy ebbe beleszóljon, de közvetlen felelőssége van. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy egy olyan országot szeretnénk, ahol senkit nem lehet megkülönböztetni, neme, színe, vallása, bármiféle hovatartozása miatt, akkor egy ilyen hivatalos túrán, ahol másodosztályi vaskereszteket osztogatnak, fővárosi támogatása Budapest túraként lehet elindulni. No pláne, a Természetbarát Szövetség, Magyar Természetbarát Szövetség, hogyha jobban megnéz ezt a honlapot és kinyitja, akkor kiderül, hogy ezért pontokat ad. Közben nézem, hogy milyen rendezvények voltak 2006-ban, 2007-ben, tehát ezek a túrák már mennek egy ideje, mondjuk az SS egyenruhát azt a tavalyi képen látom, lehet, hogy van korábban is, csak most nem fogok mindenképpen végignézni. Hogy ez van, de most bekerült a Budapest túra közé. És ugye arról beszélgettünk, és azt mondja nekem, hogy hát az ellenzék összefogásból ki maradt, ki nem maradt. Hát mi azt mondtuk, hogy nekünk nem kell se hely, se pozíció, de csak elvek mentén lehet megállapodni. Könyörögve kérnem, a főváros a vezetése, vagy a fővárosban lévő frakciók, mert ugye ez a mostani megállapodott pártok közül többnek is van ott képviselője. Azok mit csinálnak azon kívül, hogy elkezdték osztogatni a székeket? Nehéz ebből az ön által húzott párhuzamból visszakanyarodni oda, ahonnan el akartam indítani a beszélgetést, mert egy kicsit úgy érzem, hogy megerőszakoltuk ezt a témát. Amiről ön beszélt, és amire felhívta most a figyelmemet. Az ezerszer fontosabb, mint amiről ebben miután van, fogunk mi beszélgetni. Ez nagyon fontos, csak hogy amiről beszélgetni fogunk még, és amivel majd emelkeztük a beszélgetést, az meg elengedhetetlen része annak, hogy mondjuk az ilyen, ehhez hasonló, vagy bármi gyalázatos cselekedet, ami mások emlékét, becsületét, bármiét, érzékenységét sérti, ami mindannyiunknak a becsületét sérti, hogy azok ne történhessenek meg, ahhoz bizony kell az, hogy azok, akik tenni tudnak ez ellen, azok összefogjanak.
És akkor már nem és csak értékek mentén. De lehet. Akkor már nem 15 pontról beszélünk, meg nem társadalombiztosítási járulék, hogy fizessünk nyugdíjból, vagy nem, vagy mennyi legyen a közgyógyellátott gyógyszereknek a támogatottsága. Hát azt mondjuk, akkor arról beszélünk, amiről a többiek is beszéltek, hogy kormányváltást akarunk, és értékek mellett, és elvek mellett politizálni, és például a ilyenek ellen tenni. A hitelesség a legfontosabb. Az a hitelesség, és azt eljátszották? Most őszintén, nagyon őszintén. Ugye amikor én megtudtam, hogy lesz az ellenzéki összefogás, pont itt voltam, és azt mondtam, hogy örültem aztán. Utána látszott az, hogy megint elkezdődik, hogy kiből mi lesz, hogy meg miképpen. Ugye abban nyugodjon meg mindenki, hogy most kialakult egyfajta ellenzéki összefogás, tehát jól láthatóan a lista első 30 helyén mindenkinek lesz havi 750 ezer forintja, 4 év alatt 50 milliója, rendben van. De kezdjünk el felelősen gondolkodni. Hát ha hitelességről beszélünk, akkor én melyik Gyurcsány Ferencnek higgyek? Annak a Gyurcsány Ferencnek higgyek, aki 3 hónap ezelőtt azt mondta, hogy az MSZP-ben zűrös pénzügyek vannak, és citálta össze-vissza Puk Lászlót, vagy annak a Gyurcsány Ferencnek... És ezt most visszavontam? Nem vontam vissza. Annak a Gyurcsány Ferencnek, aki pedig ezen a listán van Puk Lászlóval. De nem vonta vissza azt, hogy a párt finanszírozás, vagy a kampány finanszírozás rendbe kell tenni. Nem szívta vissza, hogy bocs, szövetkeztünk, akkor én nem mondtam semmit 3 hónappal ezelőtt. Most na nem, de akkor ennek, ezeket nem kellett volna kibeszélni? Beszélni a többiek? Hát erről beszélek, hogy mi voltunk az egyetlen, aki azt javasoltuk, hogy beszéljük ki. De most van a kibeszélő sónak az ideje? De ez nem kibeszélő sónak. Hogy tudok én hitelesen a választóknak bármit mondani, hogyha eleve nem tudom azt, hogy akikkel én szövetkezem, mit képviselnek. Nekem ma ebből a szövetségből ki kellett volna lépnem. Miért? Azzal, amit Gyurcsány Ferenc ma ezen a nyugdíjas fórumon mondott. Mert mit mondott? Mert azt mondta Gyurcsány Ferenc, hogy egy, politikus ne ígérjen 13. havit. Ezzel felelősen ígérhet? Igen. Van rá pénz? Igen. Felelősen ígérhet 13. havi nyugdíj. Van rá pénz? Van rá pénz. Ugyanis kétfajta politikus létezik. Az egyik, amelyik könyvelő típus. Ennyi a tartozás, ennyi a követelés, és akkor nagyjából úgy valahogy kihozzuk az országot. A másik fajta politikus, akinek meg vannak fontosabb célja, prioritása, ami az forrásokat fog tudni teremteni. Hát ne haragudjon, Olga, az a javaslatunk, ami egyébként arról szól, hogy a 13. havi szépkorúaknak a juttatás 150 ezer forintig differenciáltan bevezetni, ez körülbelül 250 milliárd forint. Tudom, hogy nem 3000 milliárd, amint eltűntek a nyugdíjpénztárból, meg nem tudom honnan, de ez körülbelül ennyibe kerül. Hát könyörülve kérdem, 2 év alatt ennyit fizetünk többet, mivel a szabadságharcunkban jó hangulatúan, ugye magasabb adókulcsot fizetünk. 130 milliárdot fizetünk évente többet, mint hogyha az IMF-től vettünk volna fel hitelt. Nem beszélve arról... Nem adókulcsot, kamatot. Kamatot, bocsánat. És nem beszélve arról, hogy például, hogyha az összes stadionépítést összeadom és a TAO támogatást, akkor már rég megvan ez a dolog. Tehát még egyszer mondom, felelős politikus, pont attól felelős politikus, hogy tudja, hogy kik azok, akiknek segíteni de kell. A felelős a politikus nem attól havi... felelős politikus, hogy idejekorán nem kezd el 13. 14. havi nyugdíjat, fizetést, Olga. És nem tudom mit ígérgetni. Eddig csak ez volt. Na de hát ez a különbség, hogy felelős politikus elővesz egy költségvetést, egy elképzelést, és leül és megtárgyalja. Ilyen érték alapú megbeszélés nem folyt. Egyszerűen be van most jelentve, hogy ez nincs, és ezzel a többiek is egyetértenek. Miközben... Hogy érdekalapú az összefogás, az azért önt nem lephette meg? Hát én abban bíztam, hogy lehet itt érték alapon is összejönni, de hadd fejezem be, hogy közben meg azért az legyen világos, hogy a szépkorúaktól az ÁFA-val elvettek ugye 2 havi nyugdíjat, abstart. És körülbelül még egy havi nyugdíj az, ami elment arra, hogy egyébként ennyivel segíti a saját unokáit, saját gyerekeit. És kell lenni a társadalmi ilyen felelősség. Hát hogy mondhat felelősen olyat egy most már összefogásban résztvevő ember, a volt miniszterelnök, hogy hát a következő időszakban nagy valószínűséggel semmi olyan nagyon pozitívat nem tudunk mondani a nyugdíjasoknak. Mert nem akar felelőtlenül ígérni, ez baj. És miért csak a nyugdíjasoknak ígérjen? De akkor ígérnie kellene a várólisták megszüntetésére is, ígérnie kellene, tennie kellene egy ígéretet az ingyenes oktatásra, tennie kellene egy ígéretet a munkahelyteremtésre, számokat mondani hozzá. Ez biztos, hogy ez a felelős politizálás? Hát bocsásson meg, szerintem, ha valaki elindul a választásokon, és nekünk szociáldemokratáknak most ez a feladatunk, akkor igenis erre felelősen, fillérre, forintra be lehet bizonyítani, hogy mi az, amit meg lehet csinálni. Hát szerintem az a felelős, hogyha azt tudom mondani, hogyha valaki megtisztel minket a bizalmunkkal, akkor el tudjuk neki mondani, hogy mi az, amit meg szeretnénk csinálni.
Hát az mennyivel felelőtlenebb, hogy azt ígérem, hogy mindenki fog kapni alapjövedelmet? Ezt most hivatalosan nem ígérték az összefogás pártjai, a témát és az ötletet felvetették abban igazából. És ebben lebegtetve, az mennyivel rosszabb? Hogyha valami lebegtetve van, akkor annak az a természet, hogy arról lehet még vitázni. De hogyha azt mondom, hogy ha én nyerek, lesz 13. havi nyugdíj, meg 100 napos program, meg nem tudom, csillagos ég, azok már azért konkrétumok. De ne keverjük össze önök a csillagos éget. Önök most kimaradtak? Tehát végérvényesen kimaradtak? Ez egy lezárt történet? Vagy pedig van még esély arra, hogy a jelenleg összeállt ellenzéki együttműködésbe a szozdemák valamilyen úton módon részt vesznek, például úgy, hogy mégsem indítanak egyéni jelölteket, és támogatják az összefogást. Ez még lehetséges? Hát amennyiben be szeretném csapni a szépkorúakat, akkor persze. Amennyiben is szeretnék 250 ezer forintos fizetést, akkor persze. Hát Ön nem akar listára kerülni, ezt már mondta. De ezt mondom. De hát, támogatni a szozdemek, támogatni az ellenzéki összefogást, lehetséges még, hogy támogatni fogják? Nincs ilyen összefogás. Hát milyen összefogást támogassak, ami egy hét alatt csak abba tudod megállapodni, hogy kiből mi lesz, abból nem tudod megállapodni, hogy mi a közös program. Nem igaz. Mi az, ami program, arról amit nem... Arról már egy évet tárgyalnak, azt mondják. Oké, én ott ültem ezeken a tárgyalásokon. Nem volt szó a programról? Nem volt szó arról a programról, hogy hogyan szeretnénk jobban kormányozni. Odáig jutottunk el, hogy mi az, ami rossz. De ebből már az embereknek... Tehát, hogy nem minden tárgyaláson ültött. Természetesen minden tárgyaláson én sem tudok ott ülni, hát de ezeket a papírokat ültott... csak elolvastam mindegyiken, ami volt. Ami nem ültött, lehet, hogy az a helyzet, amiben nagyon őszintén. A szociáldemokratáknak a következő lehetőségük van. Vagy azt mondják, hogy belemennek valami fajta összefogás külső támogatásába oly módon, hogy arra egyáltalán nem látok garanciát, hogy a benne lévő szereplők döntő többsége meg tudja tartani a szabát. Gondoljon csak bele, hogy például az LMP-ből kivált, amikor elvitték a mandátumot, akkor gyorsan csináltak egy PM-et, majd nagyon gyorsan beálltak a szocikhoz, amikor kiderült, hogy 500 alatt van, és nem fognak bejutni. Mi a garancia arra, hogy ez a... Az együtthöz. Az együtthöz, és utána pedig a szocikhoz álltak be. Hát most ugye mindenkit mesterázza Attila, amit Noé Bárkány beengedett a listára. Nem nyerhetnek. A választási törvényt viszont a kormány akarata szerint változtatták. Itt megint a hitelesség kérdése volt. Hát, hogyha a választási törvény... A választási törvény problémás. Én egyetértek önnel, hogy a választási törvény nem jó. Akkor mondja meg nekem őszintén, hogy ezek a pártok akkor miért fogadják el a 600 millió forintot, amit az induláskor kapnak. Ugyanaz hozta ezt a törvényt, mint amelyik hozta azt a törvényt, hiszen egy ugyanaz törvényről van szó, aki egyébként azt mondjuk, hogy nem jól tette a dolgát. Ezért mondom azt, hogy a baloldali politikának vissza kell adni a hitelét. A hitelét vissza kell adni, hogy igenis, az elesetteknek, a szegényeknek kell segíteni, egy-kettő. Vissza kell adni a hitelét abban is, hogyha 600 millió forintos támogatást kapnak a kormánytól, mert a parlament megszavazta. Ilyenkor mindig azt mondják, hogy a parlament megszavazta, ha meg a törvényről van szó, akkor azt meg Orbán Viktor rán kerültette. Nem. Ha hitelesek akarunk lenni, akkor ezt a 600 millió forintos kampánypénzt is létre kell hozni, egy szegény alapot is befizetni. És mi szociáldemokraták ezt fogjuk betenni. Miért ne lehetne kampányolni? Saját támogatásokkal, nem az állami támogatással, nem az Orbán kenyeren kenyerével. Az nagyon fog hiányozni egy párt kampányából. Bocsásson meg, ha nekem mutat valakit, aki azért fog valakire szavazni, mert egy közmunka egy havi béréből fölrak egy óriás plakátot, vagy kap egy szórólapot, ami be van dobva a postaládába, és ránézésen, hinnyed tényleg, de szép szórólap, majd szavazok rá. Miközben 4 millió ember éhezik. De ez olyan dolgokat mos össze, amelyek nem összemosható. De összemoshatók. Olga, hogyha a baloldalnak hitelének kell lenni, akkor ez összemosható. Ez ugyanolyan, mint amin az elején beszéltünk, ez a kitörés 60. Az, hogy február 8-án minden baloldali vezetőnek ott kell lennie. Ha azt mondja, hogy azt kampány mondani, nélkül hogy lehet választásokat csinálni, mert sok ember éhezik, akkor egész egyszerűen... Nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy kampányt lehet csinálni úgy is, hogy igenis, hogy a támogató... Kampány nem lehet csinálni pénz nélkül. Igen. Hogy sokan éheznek, azt pedig meg kell oldani. De ezt a kettőt nem kell összemosni. De össze lehet mosni, hogyha hiteles akarok lenni. Ha én elfogadom azt, hogy az Orbán kormánytól nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy ez a választási törvény ránk lett erőltetve, akkor azt is ki kell mondanunk, hogy köszönjük szépen ezt a 600 milliót, de arra fordítjuk, ami a legfontosabb. És akkor a kormány meg jót nevet a markába, hogy még pénzük se lesz a kampányra. Miért nevet nekem a markába jól? Bocsásson meg. Hát sokkal felnőttebbek a nézők annál, mint hogy pontosan tudják, hogy nem színes szagos szórólap alapján fognak dönteni. Hát, szerintem a színes szagos szórólapok is részei a kampánynak. Így van, de azokat össze kell dobni a saját kampányban résztvevő saját pártagoknak, meg a támogatóknak. Ha igaz az, hogy én azt mondom, hogy ennek a kormánynak mennie kell, akkor annak is igaznak kell lennie, hogy köszönöm szépen, de a 600 millióját nem kérem. És hogyha meg a baloldali pártok úgy döntenek, hogy a pénz az jól jön,
akkor onnantól kezdve mindenki döntse el, hogy erre az összejövetelre szavaz, vagy pedig a szozdemekre. Ráadásul még egyet hadd mondjak. A tegnap említette volt, hogy a felmérések szerint ugye 75% vagy 72%... 72% és ez a századvég felmérése igen, volt. Igen, világos, de van egy felmérés, ami azt mondja, hogy nem szavaznának Gyurcsány Ferencre. Ezekre a baloldali szavazókra is szükség van. Igen, de van olyan felmérés, amely meg homlokegyenest más mutat. A ministánk arra ad lehetőséget, hogy egyetlen baloldali szavazó sem maradjon otthon, mert aki otthon marad, azt a kormány fogja hatalomban tartani. Jó, csak azt is pontosan tudja, hogy ezzel a cselekedetével és a egyéni jelöltek állításával, indításával viszont az ellenzék győzelmi esélyeit rontja. Hiszen én nem így láttam. Aprítja az erőt. De hát majd látjuk, hogy mi lesz a következő hetekben. Alakul-e ez az összefogás? Én nem az erőt, de nem az erőt aprítom. De arra mondjam, tudom, hogy sietünk, tehát egy másodpercet engedjen meg. Tehát mások is beszélnének még ebben az adásban, de egy mondatot. Ezt én meg tudom érteni, mert hogy jó az adás. De egyéb iránt pedig egyetlen egy mondat. Hát hogy csökkenteni én az ellenzék esélyét akkor, amikor az ellenzék értékekről nem hajlandó beszélni. Pont az, hogy megpróbálunk egy olyan pártot megmutatni, ami teljesen hitelesen tudja képviselni a szabadság, az igazságosság és a szolidaritás eszméjét. Erre szövetkeztünk, és én nem csaphatom be a választókat. Hát ők is ezt szokták mondani. Döntsék el egymás között. Köszönöm, hogy itt volt. Megtisztelt.